A sportolók üdvözlését követően Stefan Bakić és dr. Pásztor Bálint elbeszélgettek az Atlétika Reménységei nevű tábor résztvevőivel. Világos Adrián a gerelyhajító elmondta, hogy megtiszteltetés számára, hogy a szabadkai táborban készülhet fel. Először szeretném megköszönni, hogy megengedték, hogy eljöjjünk ide edzőtáborba, és hogy a pályán is teljesítették a feltételeket, hogy bírjunk dobni. Hát én igazából közel élek Szabadkához, és gyakran jöttünk ide, mert ez egyik legnagyobb város a környéken. A megfelelő feltételek a városi stadionon végzett felújításoknak köszönhetőek. A tábor résztvevőit üdvözölte Szabadka új polgármestere Stefan Bakić, aki ismertette a városi stadionon elvégzett felújítási munkálatokat. Tremete podloge, izgradnjom nove atletske staze i rekonstrukcijom prostorija koje koristi atletski klub Spartak i ženski fudbalski klub Spartak. Ukupna investicija završenih radova na gradskom stadionu bila je 87 miliona dinara. Od toga je Ministarstvo sporta i omladine dalo 67 miliona, a grad Subotica i pokrajinska vlada učestvovali su sa po 10 miliona dinara. Dr. Pásztor Bálint, a Városi Képviselőtestület elnöke elmondta, hogy annak dacára, hogy Szabadkán, Vajdaságban és Szerbiában is nagy összegeket fordítanak a sportra, mégsem mondható el, hogy olyan körülmények között edzhetnek a sportolók, mint más országokban. Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy az első küldöttség, amelyet közösen a polgármesterrel fogadhatunk, éppen ez a küldöttség, és sportolókkal kezdünk itt a Városházán, és hogy miattunk a délelőtti edzést sem kellett kihagyniuk, igyekeztünk úgy időpontot egyeztetni, hogy ne menjen a munkarovására. Dr. Pásztor Bálint hozzátette, reményei szerint tisztségének betöltése alatt még több sporttal kapcsolatos esemény részese lehet.